ez volt az első magazin, amiben modellként szerepeltem. Itt például három kalap van rajtam. Már több mint egy éve modellkedem, és az egész úgy kezdődött, hogy az a kép, azt anyukám kirakta Facebookra, és így megtalált az ügynökségem. Ez egy japán lookbook volt, ami az egyik legnehezebb fotózásom volt odakint, mert több mint 13 órán keresztül tartott. Ez a kedvenc magazinom ottként. Kétszer kiutaztam Japánba, összesen 4 hónapot töltöttem kint. Nagyon élveztem. Ez volt a legnagyobb dolog, amit a szakmában elértem. És még tervezek a jövőben is utazni, mert nagyon jó dolog az utazás, én nagyon szeretem, meg az életem része kicsi korom óta. Amikor még nem tudtam, hogy fogom ezt csinálni, vagy sem, eldöntöttem magamba, hogy bárhogy is lesz, nem fogom hagyni, hogy megváltoztasson egyáltalán. Például én sosem festem magam, sosem sminkelek, de ilyenkor kiélhetem azt, hogy most itt vagyok, most teljesen más ember vagyok, egy karakter vagyok, és kiélhetem annak a karakternek a szeszélyeit, hogy mit csinál az a karakter, milyen, hogy mozog, hogy viselkedik. Én ezért szeretem. You know how I feel. The sun in the sky. Oh, you know how I feel. A lonesome on the street. You know how I feel. Nagyon szeretek énekelni, olvasni és verseket tanulni. Az egy új dolog az életemben. Igyekszem egyre többet csinálni. Most éppen rengeteg szöveget tanulok, és beszédtechnikát, hogy hogyan kell színpadon, hiszen készülök egy nagy darabra, amit nem sokára kezdünk el próbálni, úgyhogy most az köti le a legtöbb időmet. Az én szüleim hegedűművészek, mind a ketten. Mindenfelé utaznak, amióta az eszemet tudom. Engem is magukkal vittek. Nem is volt kérdés, hogy én valamilyen művészi úton szeretnék elindulni. Az volt a kérdés, hogy ugyanolyan művészi úton, mint ők, vagy másmilyenen, és én azt választottam, hogy inkább másmilyenen, mert a zongora, játszás, rájöttem, hogy nem vagyok eléggé megőrülve érte, hogy az egész életemet ezzel töltsem el. Testvéreimmel vagyok, az például abszolút belefér az időmbe, sőt, nagyon sokat el is vesz az időmbe. Mert például van egy nagyon icipici húgom, aki másfél éves most, és egy pót anyja vagyok, úgymond. Viszem bölcsibe, megtanítom, meg játszom vele. Például a filmszínészetben már volt lehetőségem részt venni. Az Akik maradtak című filmben voltam egy röpke pillanatig, aminek nagyon örülök. Továbbá voltam 2 reklámban. A modellkedés és a színészet szerintem hasonló bizonyos szempontokból. Kiélhetem a színészetet a kamera előtt, és kipróbáltam az arcomat is, gyakorolhatok vele, hogy a színészetnél is tudjam használni például. Kiismerem önmagamat, megismerek embereket, művészeket, ez is művészet szerintem. Biztos vagyok abban, hogy színházi színészetet fogok csinálni egy hosszabb ideig, aztán a távoli jövőben fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni, azt majd meglátjuk, kialakul. Nem csak a cél van előttem, hanem minden, az út is, az a legjobb. Úgyhogy mindent kielvezek addig. Controlling you.